mindenkit, gyerekeket és a szüleiket itt a nagymesé díjátadó gáláján. Először beszeretném nektek mutatni Bak Anitát, a Kossuth Rádió szerkesztő riporterét. A fiatal ember, aki pedig mellette menő, az M2 gyermekhíradójának műsorvezetője. És hát amit ugye a nagymeséről tudnék el, ma van a díjátadó gálánk. A Kossuth Rádió ugye 2012. szeptemberében írt ki egy pályázatot, a nagymese programot, amelyre 6 és 17 év közötti gyermekek és fiatalok meséjét vártuk egészen október 31-ig, olyanokat, amik saját fantáziátoknak az eredményei. A Gyermek és Ifjúsági Főszerkesztőségbe érkeztek be ezek a mesék az MTVL-hoz, és hát ma rengeteg díjat fogunk nekik. Nagyon sok olyan dolgozó írt mesét, aki nem csak egyet küldött, hanem akár kettőt vagy hármat is. Számtalan pályázó közösen pályázott. Voltak közöttük testvérpárok, ikrek is, sokan hármas ikrek voltak. És a mesék zömét nem csak megírtátok, hanem ki is egészítették, tehát illusztráltátok. Ma rengeteg díjat fogunk kiosztani, ahogy Anita ezt mondta, és mind a 77 itt megjelent meseíró oklevelet és csokit fog kapni. Szokolai Brigitta dramaturg. Hallgatja a Kossuth Rádió Időfutár című teleregényét, az ismerheti a főszereplő hangját, de nem biztos, hogy ismeritek Hermann Florent. Petőfi Rádiós műsorvezető Horváth Gergely. Szólítom Markovics Ferencet is, ő a Kossuth Rádió program szerkesztője. Jónás István, a Magyar Rádió ZRT. Aki ma rengeteg könyvvel ajándékoz meg benneteket, ő Mikula László, a Dunai International könyvkiadó. Az utolsó sorban szólítom Sanu Zsófiát, a Samsung PR szakértőjét. Mondom folyamatosan a neveinket, és akkor kérlek, hogy jeltek ki. Ritter Rafael Ázán. Rufus Pánc Jelen.